Sok hallgató látogatott el az állásbőrzére, hiszen így személyesen találkozhattak azokkal a munkáltatókkal is, akiknél a jövőben el tudják képzelni magukat. Nagyon örülök, hogy itt Fehérváron is megtartják ezt az állásbőrzét, és hát nyilván itt azért egyszerűbb előre megbeszélni, már még egy interjú előtt a személyes dolgokat, úgyhogy örülök. 12 cég képviseltette magát az Óbudai Egyetem első állásbőrzéjén. Vas megyéből is érkezett kiállító. Ugyanis a cégnél szükség van a fiatal munkaerőre. Nagyon nagy bővülésben van a cég, újabb és újabb üzemrészeket tudunk átadni, hál' Istennek. Szükségünk van új belépőkre, és hát a fiatalokra mindig is kiemelt figyelmet biztosított a cég. A fiatalok akár helyben is elhelyezkedhetnek az egyetem elvégzése után, hiszen a városban is számtalan lehetőség közül választhatnak. A képzéseinket bármilyen módon, úgy szoktuk mondani, validáljuk az ipar szereplőivel. Tehát fontos legyen a hallgatóknak megtapasztalni azt, hogy amit tanulnak, az ő tanulási attitűdjük, az fontos iparilag, az használható, az munkaerőpiac szempontjából nagyon fontos és szükséges. Ebben nagy segítség a duális képzés, hiszen a hallgatók már az iskolai éveikben gyakorlati helyeken ismerkedhetnek a munkavilágával. Mészáros Attila alpolgármester szerint egyre szorosabb az Óbudai Egyetem és a városban működő cégek együttműködése. Az itt hallgató fiataloknak a duális hallgatók aránya az országosan is kiemelkedő, hiszen minden negyedik hallgató az biztosan duális képzésben tud részt venni, ami pedig az ő jövőjük szempontjából fontos, és hát az itt működő cégeknek is fontos, hiszen már ideje korán megtanulják az adott cégnek a munkafolyamatát. Az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karán hagyományteremtő szándékkal szervezték az első állásbőrzét. A hallgatók így folyamatosan napra kész információkat szerezhetnek a munkaerőpiaci változásokról.